Az egyik kollégája, az vezetője, és azt hiszem, hogy amiért pont most adok elő, az a lehetőség, hogy a globális perspektívától szépen lassan eljussunk a városokig. Ebben lennék egy interfész, mint ahogy vagy azt gondolom, hogy Big Data-nak egy interfésznek kéne lennie különböző tudományágazatok és technológiák között. Erről szeretnék egy picit mesélni. Először is bemutatnám az egyik projektünket, a kiemelkedő vállalkozások kockázatú betegségek ellenőrzésére létrehoztunk egy platformot. Ez a platform egyszerűen ellenőrzi az összes OECD-s panelhez, ugye az egészségbiztosítótól származó adatot, illetve a kórházi adatokat, valamint olyan egyéb páciensekhez kapcsolódó adatforrásokat, amik segítségével egyéni betegek állíthatók. Miért is fontos ez? Az egész prezentációban arról szeretnék beszélni, hogy kérdemes lenne megérkeznünk az egészségközpontuságon keresztül a betegközpontusághoz, az egyénhez, ahhoz, hogy minden adatot kvázi interdisziplinárisan, minden tudományágat felhasználva a beteg részére a pozitív impactként megfogalmazhassunk. Amit itt látnak, az egy real-time elemző eszköz. Képesek vagyunk minden szívérrendszer, illetve a rákos megbetegedés ellenőrzésére az összes magyar páciensnél az elmúlt 20 évben visszamenőnek. Lehetőségünk van ezáltal arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az ő ellátása milyen minőségű volt, és hogy ezt milyen tényezők befolyásolták. De menjünk egy kicsit távolabbról. Hogyha azt mondjuk, hogy a kreatív városok boldogok, akkor meg kéne vizsgálnunk, hogy mitől azok. Meg kéne vizsgálnunk, hogy ez a reziliensség, ezt honnan ered. A legjobb példa, amit erre Lantuzoli kollégámmal találtunk, az egy írországi példa. Itt megvizsgálták azt, hogy ha a lakosságnak csak egyetlen egy dimenzióban, abban, hogy mennyire magányosak, egy kis segítséget tudunk nyújtani, akkor mi történik? És mi történik? Az történik, hogy 17%-kal kevesebben szorulnak a kutatóorvosi segítségre, és ezáltal 21%-kal csökken annak a költsége. Csak egyetlen egy szoftdimenzióban ennyi segítséget tudtunk, ilyen óriási eredményt tudunk elérni egy könnyen mérhető, pénzben kézzel fogható dimenzióban. Én azt gondolom, hogy ahogy Gál professzor is próbálja bemutatni, ez az igazi értéke a kapnak. Amikor olyan dimenziókat tudunk összekötni, amiket senki más nem próbált meg korábban. Ezért is hoztam az idézetet a bal felső sarokban. Mindenki küzd valamivel, fogalmunk sincs, hogy mi az, próbálják meg megérteni. Egy másik példa, ami alapján egyébként eljártunk, ez a finn egészségügyi ökoszisztémának a példája. Jól látható, hogy itt a Helsinki környéki területeken létrehoztak olyan egészségmenedzselő populációt, ahol a legkisebbektől a legöregebbekig 360 fokos gondozásban figyelemben részesülnek a betegek. Legyen ez a teljesen egészségügyi megközelítés az alapellátástól, a kiegészített alapellátásig, de már a szociális igényekig, mint például a magányosság. És akkor, hogyha az elvennek a jobb oldalára néznek, akkor megjelenik már a digitális valóság. Finnországban igenis létrehozták a Games for Health Finland kezdeményezést, amiben megpróbálják a digitális technológiákat arra felhasználni, hogy azokon a pozíciókon, ahol eddig nem sikerült, vagy kevésbé sikerült felhasználni a már meglévő erőforrásokat, igenis újdonságok szülessenek. Ilyenek azok a játékok, amelyekkel fiatalok és idősek egyaránt játszhatnak azért, hogy megértsék, hogy milyen előnyöket jelentett nekik az egészségökoszisztéma, milyen előnyöket lehetett nekik kisebb és tágabb digitális, vagy akár valós környezetük. Mi az, amin mi dolgozunk? Azt szeretnénk, hogy létrejön egy reziliens egészségökoszisztéma, itt a reziliens inkább a szociális társadalomtudományi megközelítésben, mint az adattudományban.
azt szeretnénk, hogyha egy flexibilis, ellenálló, de mégis különböző területeket magába foglaló egészségökoszisztéma jön létre, amiben együtt tud dolgozni ember és adat. Pontosan ezért létrehoztunk egy populációs egészségmenedzsment eszközrendszert, aminek az alapjait pont Magda Zoli kollégám már évekkel korábban letette. Ennek a továbbfejlesztésén dolgoztunk az elmúlt egy évben. Meghatároztuk azokat a dimenziókat, amik mentén ezt a rendszert létrehozzuk. Ezzel kapcsolatban az ajánlásainkat már le is adtuk a kormányzat felé, ugyanúgy, ahogy majd be fogom mutatni az előző projektünket, ahol szintén megtettük ezt. Visszatérnék az interfész feladathoz. Én azt gondolom, hogy Big Data intézetként az egyetlen feladatunk az az, hogy olyan információkat kapcsoljunk össze, amiket mások nem ebben a formában, nem így vagy még nem tettek. Nem csak az a feladat, hogy új dolgokat találjunk és arra felhívjuk a figyelmet, sokkal fontosabb feladatunk nekünk, hogy a már megtalált új dolgokat valahogy összekapcsoljuk, értelmezzük, beutassuk, és alkossák a jó döntéshozókat, hogy ez alapján cselekedjenek. Hogy néz ki egy tanuló adaptív rendszer, amit végül a intézet fejleszt? Tiha gondolhatnánk, ez nagyon bonyolult hangzik, pedig egyáltalán nem az. Mi történik? Az egészségügyi példáján keresztül összekapcsoljuk az egészségügyi disziplina szakértői, összekapcsoljuk a Big Data szakértőket, megvizsgáljuk az orvosbiológiai és az informatikai támogató technológiákat. Ezeket igazából teljesen mindegy, hogy milyen módszerben legalább összekapcsoljuk, és megpróbáljuk elérni azt, hogy egyből olyan adatok keletkezzenek, amiket korábban csak gondoltunk, de nem láttunk, vagy még csak nem is gondoltunk. Itt megint egy fontos feladat az interfésznek. Ha valamit sejtünk, érzünk, gondolunk, az teljesen más, mint a bizonyosság. El kell jutnunk oda, hogy a tudósok, amikor éreznek valamit, azt meg tudják indokolni, hogy ténylegesen tovább tudjunk lépni a megoldás felé, mert elég csak arra beszélünk, hogy miről kéne beszélni. Amikor egyszer, amit megalkottunk, nagyon sok mindenben azt mondhatják, hogy semmi újdonságot nem hozott, hiszen ezt már sejtettük. Szeretném bemutatni eredményeinket, amiben egyértelműen kiderül, hogy gond van. Ilyen program volt a 2000 ezelőtti kutatásunk, a vastagbélrákos magyar betegek halálozási aránya. Jól látható, hogy amíg arról beszéltünk, hogy baj van, az teljesen más, mint amikor adatot alkalmazni, hogy be tudjuk mutatni, hogy nálatban egy nagyobb baj. Ilyen, amikor a kolonoszkópiás vizsgálatok térbeli eloszlását vizsgáltuk, és annak a minőségére bevezettünk több indikátort, majd ezt megnéztük egy országos hőtérképen, hogy hol milyen minőség az ellátás. És bemutattuk azt, hogy igenis eltérő. Itt talán megint egy fontos kitérő, hogy akkor most nem az a feladat, hogy gyorsan menjünk a piros jelölt helyre és javítsuk meg, hanem inkább azt, hogy gondolkozzunk el, hogy milyen olyan módszereket tudunk bevezetni, amivel megfelelő, konzisztens, homogén, egészségszabályozás, egészségminőség menedzsment tartható fel. És itt ugye megint visszaérkeztünk a kraftnak az egészségdimenziójába és a társadalmi vitalitás dimenziójába. Az a társadalom, ami akar önmagáról gondoskodni, az meg kell, hogy értse, hogy milyen dimenziók mentén gondoskodjon önmagáról. Annak vissza kell jeleznünk, hogy mivel van a gond, meg kell értenie, hogy hogyan mérjük azt. Az előző ábrák segítségével az Európai Unió által támogatott EFOP projektekbe sikerült visszajeleznünk, milyen változásokat javaslunk a vastagbélrák szűrésével kapcsolatban. Ezek beépültek a vastagbélrák szűrés programba, nagyon-nagyon pici részei voltak. Ez a sok pici viszont azt eredményezte, hogy 112%-kal javult a felfedezési aránya a vastagbélráknak teljes populációra vetítve. Ez fantasztikus eredmény. Talán egy újabb prédó, amit csatlakozik is benne ez, hogy a globális változást a pici lokális változások fogják elindítani. Mi icipiciben megpróbálunk hozzátenni valamit, azt remélem, hogy a számok igazolnak minket. Ugyanígy a szívinfarktus kezelés elemzésében, csak hogy a nagyképp egészségügy kiemelkedő halálozások az feladat a betegségek rák, szívinfarktus, úgy bemutattuk, hogy a rákos betegeknél mit csináltunk. A másik óriásan egy
probléma a szívinfarktus. Itt is megnéztük azokat a szívinfarktusos pácienseket, akikről adatokkal rendelkeztünk, és kiderült, hogy nem az ellátás színvonalával van a gond. Az intervenciós kezelés rendben van, a felismerés. Nem merünk orvoshoz fordulni.